Vasárnapra virradóan ismeretlen elkövetők megpróbálták felgyújtani a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári központi székházát, a falra pedig fasiszta jelképet festettek. Az esetről a szomszéd épületen lévő térfigyelő kamera felvételeket is készített. Ezen jól látható, ahogy a két, az arcát eltakaró ismeretlen elkövető megpróbálják lángra lobbantani a székházat. Az ügyben megtették a feljelentést, mondja Brenzovics László, a KMKSZ elnöke. Tudod, egy ilyen támadás a KMKSZ székházáért a ma hajnalban, ahol megpróbálták felgyújtani a KMKSZ-nek a székházát. Örülök annak, hogy a ukrán állami szervek operatívan reagáltak. Remélem azt, hogy ez a dolog ki lesz nyomozva, és nem okoz kárt az ukrán-magyar kapcsolatokba. A szélsőséges időjárási viszonyok miatt Kárpátalja hágóin hatalmas dugók alakultak ki. A hózáporok következtében a tehergépjárművek nem tudnak haladni a tisztítatlan útszakaszokon, így azokat a szembejövő sávban lehet csak kikerülni. Ez az állapot több kilométeres útorlaszt eredményezett. 17 település maradt áram nélkül Kárpátalján. A rendkívüli helyzetek állami szolgálata munkatársait 8 esetben értesítették a Volóci, az Ökörmezői, a Nagybereznai és a Perecsenyi járások területén a hirtelen hullott nagy mennyiségű hó miatt, melynek súlya alatt faágak törtek le és fák dőltek ki. Továbbra is 17 település maradt áram nélkül és 5 településen részben szünetel az áramszolgáltatás. Hetek óta a kanyarús megbetegedésekről szólnak a hírek, már 8 halálos áldozata van a kornak Ukrajnában. Emiatt az országban több helyen tanítási szünetet rendeltek el. Tanítási szünet van érvényben a nagyszőlősi járásban is, a beregvidéken már korábban elrendelték ugyanezt. Idén eddig 330 kanyarús esetet regisztráltak Kárpátalján. A fertőzöttek 3/4 17 éven aluli. Kórházi ápolásra idén 114-en szorultak, 107-en közülük gyerekek. A jelenlegi helyzet egyenes következménye annak, amire évek óta figyelmeztetnek az orvosok. A kötelező oltások elmaradása miatt lassan visszatérnek a rég elfeledett járványok. A fertőzöttek 71%-a olyan kiskorú, aki nem kapott védőoltást. Ha nem pótolják sürgősen a kötelező oltásokat, a kanyaró után a diftéria lehet a következő kór, mely járványt okozhat Ukrajnában, vélik a szakemberek. A lakosság járványos betegségek elleni védelméről szóló törvény értelmében azok a gyerekek, akik nem kapták meg a kötelező védőoltásokat, nem látogathatják az oktatási intézményeket, kivéve ha ez egészségügyi okokból nem történt meg, ha az illetékes egészségügyi intézményben nincs vakcina, vagy ha a szülők kategorikusan ellenzik az oltást. Erről a szülőknek írásban kell nyilatkozniuk, ami rákerül a gyerek fejlapjára. A kelet-ukrajnai válság rendezésében résztvevő úgynevezett normandiai négyek, azaz Ukrajna, Oroszország, Németország és Franciaország külügyminiszterei várhatóan ismét tárgyalóasztalhoz ülnek február 16-án a müncheni biztonságpolitikai konferencia keretében, jelentette be Pavlo Klimkin külügyminiszter. Klimkin emlékeztetett arra, hogy a négy külügyminiszter müncheni találkozóját a német külügyminiszter javasolta január elején Kijevben tett látogatásakor. Az ukrán diplomata reményét fejezte ki, hogy az orosz fél is beleegyezik a találkozóba. Ukrajna legfőbb célja az Európai Unió és a NATO teljes jogú tagságának elnyerése, ez azonban még nem a 2018-as év célkitűzése, véli Petro Poroshenko ukrán államfő, aki a The Economist nevű kiadványban publikált írást országa helyzetéről. Poroshenko szerint mindezek előtt el kell érni a schengeni határőrizeti rendszerhez való csatlakozást. A hosszú távú terveink közé tartozik a csatlakozás a schengeni térséghez, a Vámunióhoz, az Energiaunióhoz, valamint a közös légtérhez és a közös piachoz. Ezen célok megvalósítása a keleti határainkat tenné meg az EU külső határainak még azelőtt, hogy csatlakoznánk az Unióhoz, mondta Poroshenko, aki szerint országa azzal, hogy tavaly vízummentességet kapott az Európai Uniótól, végleg búcsút mondott az orosz befolyásolási övezetnek.